Fehér Sándorra emlékeztek a hátulról Motoros Klub Egyesület tagjai pénteken a Balaton utcai kopjafánál. Az eseményen elhunyt társuk emléktábláját is felavatta a társaság. Az egyesület 1998. december 6-án alakult 70 taggal. Korábban is létezett egy motoros klub Nagykanizsán, amelyből néhány tag kezdeményezte egy új csoport létrehozását. A társaság régi hagyományként őrzi az elhunyt társak és a közutakon életét vesztő motorosok emlékét a Balaton utcai kopjafánál. Fehér Sándor egyike volt a hátulról alapítóinak. Az egyesület rendezvényeit is segítette. Halálát 2021-ben egy tragikus baleset okozta. Évente megemlékezünk, évente koszorút viszünk az elhunyt motorosok emlékére, akik a megyében haltak meg, vagyis az ország útjain. A motoros klub karba tartja ezt a kopjafát, és tiszteletbe tartjuk az elhunyt motorosokat. Egyébként a klub a közlekedés biztonságáról szól, a motorozás szeretetéről és a hagyományok őrzéséről.